szeptember utolsó vasárnapjára esik Fogoly Kiváltó Boldogasszony ünnepe, amit a török idők óta megtartanak búcsú Szent Lászlón. Az idei alkalomra az esős idő ellenére közel 1000-en zarándokoltak el a kegytemplomba, számos környékbeli és távolabbi településekről, de még a vajdaságból is érkeztek zarándokok, csoportok. Nagy öröm számunkra, hogy az idén is annak ellenére, hogy sajnos esik az eső, ilyen szép számmal összejöttek a kedves hívek, hiszen az első szentmisét 9 órakor Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató atya mutatta be, a 11 órás szentmisét pedig dr. Takács István atya érseki általános helynök. És annak ellenére, hogy rossz az idő, mégis látjuk, hogy bár arról beszélünk, hogy rohanó világban élünk, mégis a kedves hívek érzik azt, hogy mi emberek nem csak testből, hanem lélekből állunk, és különösen fontos az, hogy elzarándokoljunk egy helyre, sőt azt mondhatnánk, hogy annak ellenére, hogy nehéz időszakot élünk, mégis a többi búcsúkor is szép számmal jöttek zarándokok ide a kegyhelyre. A mai világban, amikor az ember annyi mindenfele figyel, annyi mindennek rabja, annyi mindennek fogja, fontos az, hogy picit töltekezzünk, és látjuk azt, hogy az embereket még a rossz idő sem tartja vissza, nem téríti el, hanem vállalják az áldozatot, hogy eljöjjenek ide, imádkozzanak akár önmagukért, szeretteikért, családtagjaikért, unokáikért, gyermekeikért, és különösen most fontos azt gondolom, hogy a világ békéért is imádkozni. A szűzanya közbenjárását mindig érezzük, és mindig tapasztaljuk, akár egyéni életünkben, akár közösségi életünkben. Éppen ezért kívánom a zarándokok számára azt, hogy amikor ma innen hazatérnek, a szűzanya kegyelmét, segítségét, oltalmát vigyék haza otthonaikba, vigyék el a munkahelyre, és a szűzanya áldja és kísérje őket innen a zalai búcsújáró helyről. A búcsúi szentmisén koncelebráltak a keszthelyi zalaszentgróti esperesi kerület papjai, és a szentmise áhítatát a Magyar Honvédség légierő zenekarának közreműködése emelte Katona János ezredes vezényletével. A reggel 9 órakor kezdődő búcsúi szentmisét Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató atya, majd a 11 órakor kezdődőt dr. Takács István érseki általános helynök atya mutatta be. Mária arra is hív minket, hogy merjünk igent mondani arra az egyre, arra kis részre, amit csak mi tudunk adni, mert Isten terve anélkül nem tud megvalósulni. Viszont az megtörténik, akkor ez a világ tud gyógyulni. Akkor valami nagyon szép tud erre a világra születni, akkor maga az Isten tud megérkezni közénk. Én kívánom, hogy ez a mai búcsú, bár nem napfényben tellik, de talán szívünkben mégis sok örömet tud hozni, és külön köszöntöm azokat, akik majd végigállták, végigállják ezt a szentmisét is, vagy kinn az esőben hallgatnak minket, mert milyen jó túllátni az esőn, meg az áldogáláson, és hinni azt, hogy igen, ez a mai nap is alkalom arra, hogy Máriát úgy tiszteljük, hogy egyben követni is tudjuk. Merjünk először igazi önmagunkkal találkozni, hogy az Isten lát minket. Merjük közelengedni magunkhoz, hogy végtelenül értékesnek, szeretetre méltónak lát az Isten. Milyen jó lenne az öntudatunk alapja az lenne, hogy én vagyok az, akit szeret az Isten. Mert ez soha nem fog változni. Sok minden változik, pozíciók, helyzetek, anyagi megítélés, az emberek részéről a megítélés változik, fiatalság, öregség, betegség, egészség, ritmusa az életünkben, egy dolog soha nem fog változni. Én vagyok az, akit szeret az Isten. És ha ebből indulok ki minden nap, egészen mást fogok megtapasztalni. Pont ugye, hogy Mária engedi, hogy ennek valósága megérintse a szívét. Lehet kérdezni, nem kell rögtön tudni. Ugye a búcsújáró helyek közül az egyedüli, amely a település nevében is benne van, tehát ugye búcsú Szent László, tehát egyrészt a búcsújárásnak a kegyelmeit, a lehetőségét, és nyilván ugyan a kegykápolna a szűzanya tiszteletére van szentelve, de a barokk templom, a nagy templom Szent László király
tiszteletére van felszentelve, éppen ezért László búcsú is van minden évben. Mennybe menetel búcsú májusban, aztán nagyszülők zarándoklata is van, akkor kis boldogasszony búcsút is tartottunk, és szeretnénk még a jövőben férfiak zarándoklatát szervezni, meg édesanyák zarándoklatát. Ugyanakkor minden első szombaton van Mária köszöntő, és minden évben, mivel a templom előtt ott áll Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének a szobra, éppen ezért össze Zala megyéből minden tűzoltó összejön Szent Flórián ünnepéhez közel, és szintén van egy búcsúnap, amikor kérjük Szent Flóriánnak a közbenjárását, segítségét és oltalmát, de hát nyilván más alkalmakkor is, amikor jönnek zarándokok, szeretettel fogadjuk és várjuk őket. A szentmise záró áldása előtt Tódor Szabolcs plébános atya hálás szívvel köszönte meg mindenki részvételét.